Kanada a közelmúltban növelte Ukrajna anyagi támogatását, mivel előreláthatólag késik az Egyesült Államok újabb segédcsomagjának jóváhagyása, jelentette be Christia Freeland. Kanada pénzügyminisztere megjegyezte, hogy országa Ukrajnának nyújtott támogatása fontos hozzájárulás a NATO megerősítéséhez egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államoknak nem sikerült fokoznia az Ukrajnának nyújtott segélyeket. Márciusban Kanada két milliárd dollárt küldött Ukrajnának sürgősségi finanszírozásként, hogy pótolja a támogatási hiányt, mondta Freeland. Varsóban kijelentették, hogy teljesítik a lengyel gazdák ukrajnai gabonával kapcsolatos követelményeit, ugyanakkor nem tervezik az ukrán gabona tranzitjának teljes betiltását, mivel Kijev ígéretet tett annak minimalizálására, számolt be róla a Lengyel Mezőgazdasági Minisztérium honlapján. A közlemény szerint Ukrajna bejelentette, hogy idén áprilistól júniusig minimalizálja mezőgazdasági termékeinek Lengyelországon keresztül történő tranzitját. A lengyel kormány ugyanakkor megjegyezte, hogy folytatódik a repce, kukorica, liszt, napraforgómag, forgó őrleményes korpa, Ukrajnából Lengyelországba történő importjára vonatkozó tiltás áll a közleményben. A Védelmi Minisztérium nyilatkozott a katonakötelesek elektronikus kabinetjének elindítási dátumáról. Elmondásuk szerint idén nyáron már működni fog a rendszer, közölte Katerina Csernohorenko. A Védelmi miniszterhelyettes elmondta, hogy a sorkatonáknak nem kell regisztrálniuk, minden profilt előre elkészít a rendszer. Csernohorenko hozzátette, a szolgáltatás lehetővé teszi a személyes adatok frissítését a toborzó központ felkeresése nélkül. Az e-kabinet ugyanakkor csak a jogszabályban előírt információkat tárolja majd. Minden hat köteles kérelmet nyújthat be az elektronikus kabineten keresztül más nyilvántartásokhoz, és így kiegészítheti vagy frissítheti adatait, jegyezte meg a miniszterhelyettes. A legfelsőbb tanács bűnüldözői bizottsága javaslatot nyújtott be a mozgósítás és katonai nyilvántartásba vétel megsértésért kiszabható pénzbírság bevezetéséről, írja az Ukrajinska Pravda hírportál hétfőn. A bizottság javasolja, hogy ezentúl zárják ki a büntető jogi felelősségre vonást a katonai szolgálat megtagadásáért, viszont szabjanak ki súlyos pénzbírságot a szabálysértőkre. A javaslat értelmében hadi állapot idején a mozgósításra vonatkozó jogszabályok megsértéséért 17 ezer-től 22.500 rívnyáig terjedő pénzbírság szabható ki az állampolgárok, és 34 000 től 59 ezer a tisztségviselők és jogi személyek személyek esetében. Békeidőben a pénzbírság összege 5100 és 34 ezer között mozogna. Korábban a katonai szolgálatra való behívás megkerüléséért, illetve az orvosi vizsgálat megtagadásáért büntetőjogi felelősségre vonás járt, ami háromtól öt évig terjedő börtönbüntetést jelentett. Elkészült Ukrajna első föld alatti iskolája Harkivban. A polgármester Ihor Terekhov szerint már az utolsó simításokat végzik, aztán megnyílhat az iskola, ami megfelel a biztonsági követelményeknek. Az iskolában 20 terem lesz, két turnusban összesen 900 gyerek tudja majd ezeket használni. A tervek szerint még több ilyen iskolát fognak építeni. Az UNICEF becslései szerint Ukrajnában a háború miatt jelenleg az iskoláskorú gyerekeknek mindössze egy harmada tud jelenléti oktatásban tanulni, és sokan rögtönzött óvóhelyekre vagy a metroállomásokra kénytelenek bejárni, ahol többek között fűtés sincs. Hálásak vagyunk nemzetközi partnereinknek, építőipari vállalatoknak és oktatóknak, hogy a lehető legrövidebb idő alatt életre keltették ezt a stratégiailag fontos projektet Harkiv számára, mondta el Ihor Terekhov. Ukrajna és Magyarország megállapodott abban, hogy megnyitják a Nagypalád Nagyhódos ellenőrzőpontot a személyforgalom, az asztély bereg surány határát kelőd, pedig a 7,5 tonnánál nehezebb üres teherautók előtt. Az országok kormányai között létrejött a határforgalom ellenőrzéséről szóló megállapodás megfelelő módosításait Olekszandr Kubrakov, Ukrajna újjáépítésért felelős miniszterelnök helyettes, infrastruktúrális miniszter és Heizer Antal Magyarország ukrajnai nagykövete írta alá. Folytatjuk a következetes munkát a nyugati határ fejlesztésén, az export lehetőségek erősítése és a személyforgalom gyors határátlépésének biztosítása érdekében. A Magyarországgal kötött megállapodás aláírt módosításai lehetővé teszik számunkra, hogy megkezdjük az új Nagypalád Nagyhódos ellenőrzőpont projekt és infrastrukturális munkálatait, valamint az üres teherautók mozgásának biztosítását az asztéi határátkelőn. Szintén mérlegeljük egy új Déda Beregdaróc áruforgalmi átkelőhely megépítésének lehetőségét az ukrán-magyar határszakasz teherbíró képességének növelése érdekében, olvasható az Infrastruktúrális Minisztérium közleményében. Ezzel párhuzamosan azon dolgozunk, hogy érdemi tárgyalásokat kezdjünk a Magyarországgal közös vám- és határellenőrzés bevezetéséről. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felgyorsítsuk az ellenőrzési eljárásokat és csökkentsük a határátlépés idejét hangsúlyozta Oleksztr Kubrakov. A módosítások aláírása után a projektet ratifikálni kell. Harkív, Ukrajna hősvárosa, 775 napja tart a teljes körű háború, és az ukrán nép hősiesen küzd az orosz megszállás ellen. Szólalt fel videózeretében Viktor Mikita, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője. A megszállók aktívan bombázák Harkivot. Kárpátalja a háború első napjaitól kezdve mellettük áll. Harkivi lakosok tízezrei számára vidékünk második otthonná vált, jelentette ki a kormányzó. Mikita kiemelte, hogy a napokban harkiv támogatására irányuló akciókat tartanak kárpát -alján. Fontos, hogy a harkivi lakosok érezzék nincsenek egyedül. Megyénk példátlan humanitárius támogatási csomagot készít elő a keleti régió számára. Arra kérem minden honfitársamat, hogy támogassa harkivot és lakóit ezekben a nehéz időkben, szólított fel Viktor Mikita. Ukrajnában bővítették a gyermek születésekor biztosított babybox tartalmát, és az értéke is nőtt, közölte a kormány sajtószolgálata. A baba csomagot, amelyet egyszeri alkalommal biztosít az állam, az újszülött világra jövetelekor a családnak 2018-ban vezették be összetételét négy évente szokták felülvizsgálni. A baby box minden tartalmaz, ami a gyermek gondozásához szükséges, illetve első hónapjaiban. Ugyanakkor, aki szeretné, lemondhat a csomagról és kérheti annak pénzbeli kompenzációját, ami jelenleg 7689 rívnya. Az összeget csak is gyermekholmira lehet elkölteni az arra kijelölt üzletekben, és a baba születését követő 12 hónapban lehet igényelni az administratív szolgáltatási központokban. Az összeg a privát bankban nyitott speciális számlára kerül. Idén több pelenka, melegruha és takaró került a dobozba, viszont csökkent a legkisebb méretű ruhák száma. A Kárpátaljai Megyei Állami Környezetvédelmi Felügyelőség munkatársai ellenőrzést végeztek a házai és az ugjai településeken, amelynek során illegális hulladéklerakókat találtak. Az ilyen hulladéklerakók megjelenésének fő oka, hogy a lakosság nincs tisztában saját tetteinek következményeivel. Az engedély nélküli hulladéklerakók szennyezik a talajt, a levegőt és a vizet is, valamint megzavarják az ökológiai egyensúlyt és a helyi lakosság egészségét. A szakemberek elküldték a hivatalos felszólítást, amelyben kötelezik a helyi vezetőséget a spontán hulladéklerakók felszámolására, valamint az új hulladéklerakók létrejöttének megakadályozására. A környezetvédelmi felügyelőség munkatársai arra kérik a lakosságot, hogy vigyázzanak környezetükre, amennyiben szabálysértést észlelnek, jelentsék azt a helyi vezetőségnek. A kárpátaljai administratív szolgáltató központokban a veterán vagyok átfogó szolgáltatás bevezetésére készülnek. A működési tervét Ukrajna veteránügyi minisztériumával közösen dolgozták ki, és most kerül sor a helyszíni megvalósításra. A fő cél az, hogy azok a katonák, akiknek egy adott kérdést kell megoldaniuk, vagy igazolást kell beszerezniük, ne álljanak sorban, hanem egy ablakos ügyintézés keretében fordulhassanak a központhoz. Zárasz. Szorokodén Kárpát -alján jelenleg 41 administratív szolgáltató központ kezdi meg a Veterán vagyok szolgáltatás bevezetését. Röviden összefoglalva, ez egy egyablakos szolgáltatás, ahol minden veterán katona vagy családtagjuk sorbanállás nélkül bejöhet a központba, és ott külön ügyintézőhöz fordulhat, sorbanállás nélkül igényelhet egy adott szolgáltatást, és átfogó segítséget kaphat. Ez egy sor különböző szolgáltatás szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a szolgáltató központban szeretnének igénybe venni. Az ungvári központ már készen áll a veteránok, a katonák és családtagjaik fogadására. Jelenleg szociális jellegű szolgáltatások anyagi támogatás igélésében fordulnak segítségért hozzájuk. A központ külön munkahelyet jelölt ki a háborús veteránok kiszolgálására, és közel 15 szociális szolgáltatást nyújt a veteránok és családtagjaik számára. A központok az ügyfelek igényeinek egyéni megközelítése alapján működnek. Természetesen vannak szabványosított szolgáltatások, mint például az útlevél vagy személyigazolvány kiállítása, de vannak egyedi szolgáltatások is, mint például az ügyintéző kiszállása az állampolgárokhoz a lakhelyük szerinti címre. Minden egyes központ megfelelő szolgáltatási listával rendelkezik. Az egyikben 400 szolgáltatás lehet, míg a másikban például 100. Vannak kis közösségek, ahol a lakosok száma például 6000 fő. Ez, valamint az ügyintézők száma a helyi igények szerint alakul. Kárpát alján 28 központban telepítettek úgynevezett útlevélállomásokat, amelyek közül 20-ban már elérhető az okmányok kiállítása. A vezetői engedély vagy a gépjármű forgalmi engedély kiállítását azonban csak két kis térségben biztosítják. Az Ungvári Administratív Szolgáltató Központ közlése szerint minden veteránt sorbanállás nélkül fogadnak és szolgálnak ki. Itt jelenleg 15 szociális szolgáltatás áll a rendelkezésükre. A fő szolgáltatásaink a következők. A második világháború alatt harci cselekményekben résztvevők, a 75 éves vagy annál idősebb a világháborúban kettes-hármas csoportú rokkantságot szenvedettek igazolványának kiállítása, a harci cselekmények résztvevője státuszának megállapítása, az elhunyt vagy elesett háborús veterán családtagjainak számára igazolás kiállítása, új igazolvány kiállítása a háború résztvevői, illetve a rokkantak számára, valamint éves egyszeri segélyek kiutalása a háborús veteránok és a náci üldöztetés áldozatai számára. Ahhoz, hogy egy ablakos ügyintézést kapjon egy katona, személyigazolványjal és a státuszát igazoló dokumentummal kell rendelkeznie. Katona könyv harci cselekmények résztvevőjének igazolványa, és itt tovább. Az Ungvári Városi Tanács számos célzott programot dolgozott ki a katonák és családjaik támogatására. Ezek között szerepel a temet is. Bevezettünk egy olyan szolgáltatást, amelyben a kérelem alanya nem vesz részt. Ez az elhunyt ingyenes temetése és ingyenes sírkőállítás. A szolgáltatás automatikusan történik a bejelentő kérelme alapján. A Dopomoha Zakárpátya digitális portál fejlesztői is dolgoznak a Veterán vagyok szolgáltatás elektronikus változatán, így hamarosan a katonák online fiókjukon keresztül is igényelhetik majd a szolgáltatást. egyre gyakrabban kerülnek elő a földből robbanó szerkezetek. Még mindig gyakran találnak vidékünkön a második világháborúból származó aknákat és gránátokat, ezért a tűzszerészek emlékeztetnek a biztonsági szabályokra. Az a legfontosabb, hogy maradjunk távol az ilyen leletektől, és hívjuk a 101-es telefonszámot. Amikor elkezdődnek a tavaszi munkák, a szántás, az ásás, különböző tárgyakat találnak, ekkor sok a munkánk. Néha naponta, két-három alkalommal, néha naponta egyszer kell beavatkozni. Fontos, hogy mindenki tisztában legyen a biztonsági kérdésekkel. Az állami katasztrófavédelmi szolgálat szerint Ukrajna területének közel egy harmada aknákkal és robbanószerkezetekkel szennyezett. Az elmúlt két évben a tűzterészek több mint 780 ezer robbanószerkezetet semmisítettek meg. A kárpátaljai katasztrófavédők is részt vesznek a felszabadított területek aknamentesítésében. Na, ki, biztonsági... Munkatársaink közvetlenül Ukrajna keleti részén kerülnek bevetésre, ahol rotációs alapon dolgoznak a harci zónában. Nem közvetlenül a frontvonalon, hanem annak a 10-40 kilométeres övezetében tevékenykednek. Rengeteg munkánk van, 10 évre elég. De vannak külföldi szervezetek is, amelyek segítenek nekünk. Elsősorban az aknamentesítéssel foglalkozunk. Segítünk a villanyszerelőknek, a vízműveknek. A nemzetközi szervezetek pedig azzal foglalkoznak, hogy meg Megtisztítsák a földet a szétszóródott maradványoktól. Mi ebben is segítünk. A háború kezdete óta csak a kárpátaljai tűzterészek körülbelül 12 ezer lőszert hatástalanítottak. Azt mondják, a leletek többsége még szovjet gyártmány. No, no, a át... Ezek a leggyakrabban gyalogsági aknák, két típusuk van. Az önrobbanó akna, amely egytől 40 óráig hatásos, minden attól függ, hogy milyen hőmérsékleten van. A másik a taposó akna, ha valaki rálép, azonnal megsérül, akár a lábát is letépheti. Gyakoriak a páncéltörő lövedékek, valamint a kazettás bombák is. A robbanó szerkezeteket fémdetektorral keresik, egyeseket a helyszínen semmisítenek meg, másokat elszállítanak, és az erre a célra kijelölt helyszíneken hatástalanítanak. A tűzszerészek golyóálló mellényt viselnek. Ez a fővédő felszerelés, amelyet a tűzszerész visel munkája során. Mint látható, a mellény a hatodik védelmi osztályba tartozik, mindkét oldalon védi az alkarokat, a nyakat, és van az ágyékvédő lemez is. Amikor egy pirotek Technikus a munkáját végzi, rendelkeznie kell egyéni elsősegély dobozzal, nyomó és szorító kötéssel, valamint sisakkal. Vannak esetek, amikor az elhárító speciális taktikai védőszemüveget is használják, valamint kesztyűt is, hogy megkönnyítsék a fémtártyakkal való munkát. Annak érdekében, hogy Ukrajna felszabadított területeit megtisztítsák a robbanószerkezetektől, a katasztrófavédők jelentősen bővítik személyi állományukat és új egységeket hoznak létre. Ez alól Kárpátalja sem kivétel. Ritka műtéti beavatkozást hajtottak végre a napokban az Ungvári Idegsebészeti és Ideggyógyászati Központban. A kárpátaljai szakértők egy amerikai idegsebész segítségével stimuláló elektródákat ültettek a páciens agyába. To... A műtét célja egy olyan stimuláló eszköz beültetése a páciens agyába, amely segít javítani a beteg mozgásszervi problémáin. Jelen esetben kontrollálatlan, akaratlan mozgásszervi állunk szemben. Amikor az agy megfelelő területére ilyen stimuláló elektródát ültetünk be, azzal bizonyos esetekben megváltoztathatjuk a beteg viselkedését, és lényegesen javíthatunk a mozgásszervi problémáján. A szakértők egyetértenek abban, hogy ez a sebészeti beavatkozás megkönnyíti a gyógyíthatatlan és ritka betegséggel küzdő páciensek állapotát. A disztónia idegrendszeri betegség, amely az akaratlan mozgásokban mutatkozik meg, és amely testtartásbeli elváltozásokhoz is vezet. Kar, láb vagy törzsferdüléssel jár, ami akadályozza a beteget a szabad mozgásban, ülésben vagy akár a nyelésben is, hiszen szinte minden izomra kihat. Az Ungvári Központban az első hasonló jellegű műtétet amerikai szakemberek felügyelte mellett hajtották végre, a későbbiekben azonban már önállóan fognak műteni a kárpátaljai sebészek, akik, mint mondták, hiszik, hogy ezáltal számos betegen tudnak majd segíteni. Nyugat-Ukrajnában ez az első ilyen beavatkozás, hiszen korábban csak Kievben végeztek ilyen műtéteket, és ha nem tévedek, akkor csak fel Nőtteken. Ez a beavatkozás nem csak a disztóniás betegek esetében fontos, hanem például a Parkinson kornál is, hiszen mély agyi stimulálással az ő esetükben is megszünthethető a remegés és az úgynevezett lelassultság. Ezek a módszerek folyamatos kutatástárgyát képezik a depressziós súlyos formáinak és egyéb megbetegedések kezelésének tekintetében. Ez az idegsebészetnek egy nagyon aktívan fejlődő ágazata, amely idővel kilép majd a kimondottan mozgásszervű megbetegedések kezelésének keretéből. A hasonló beavatkozásokat ingyen végzik az Ungvári Központban. A műtét két szakaszból áll, és a pozitív hatás már néhány hónap elteltével tapasztalható lesz.